Legutóbb, amikor az Európai Unió szívében, Brüsszelben jártunk, éppen bőrönben tartott eurómilliós kenőpénzeket foglaltak le. Luxus börtönbe zártak baloldali képviselőket, és kétségbe esett brüsszeli vezetők mentegették magukat és pártjaikat. Azaz éppen az unió történetének legsúlyosabb korrupciós botránya robbant ki. De lett ennek az egésznek bármi következménye? Kiengedik a börtönből Marc Tarabella, belga EP képviselő. Nyomkövetővel a lábán megjelent, és legutóbb éppen Magyarország ellen szavazott. A magyar Soros uniós elnökség ellen készül határozatot elfogadni az Európai Parlament. Ez egy politikai zsarolás. Ellenünk. Ahol eurómilliókkal lebukott képviselők nyomkövetővel a lábukon szabadon kibejárkálnak és szavaznak Magyarország ellen az Európai Parlamentben, ott szerintem valami nagyon nem stimmel. Sziasztok, Déri Steffi vagyok, ez itt a Patrióta YouTube csatornája. Nemrég, amikor a brüsszeli korrupció témájában forgattunk, megígértük nektek, hogy nem hagyjuk annyiban az ügyet. Azóta azt a videót már több mint 110 ezeren láttátok a YouTube-on, úgyhogy most újra kiutaztunk, ezúttal az Európai Parlament strasbourgi ülésére. Meg akartuk tudni, hogy a korrupcióval tettenért baloldali politikusok elnyerték-e a büntetésüket. Mit mondanak az ügyről a Magyarországot leghangosabban bíráló politikusok, és hogyan próbálnak menekülni a botrány elől. És mondhatom, elég súlyos dolgokba botlottunk. Szóval nézzük, hogy áll a legújabb brüsszeli botrány, azaz mi van az Európai Parlament korrupciós mocsarának legmélyén. Ami már a strasbourgi forgatásunk legelső napján feltűnt, az a folyamatos hárítás és terelés a politikusok részéről. Opinion about Eva Kailan Tarabella coming back to the EP. No. What do you think of this? No, nonsense. Sorry. I don't think I can answer this question. Hát igen, amit meghallják az EP képviselők Eva Kailinek a nevét, azonnal menekülnek, és hirtelen mindenki nagyon siet. I don't know anything about that. Well, that is not me to decide, that Eva needs to decide that herself. Még az olyan politikai nagyágyúk sem válaszoltak a brüsszeli korrupcióval kapcsolatos kérdéseinkre, mint az Európai Néppárt frakcióvezetője Manfred Weber. Sőt, még a jogállamiság önjelölt őre, a hazánkat lépten nyomon mindenféle ügyben támadó uniós biztos, Vera Jurova sem. Szóval az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke vajon tényleg nem felelős az unió történetének legnagyobb korrupciós botrányáért? A botrány kirobbant, amit szeretnék hozzátenni, nem bármilyen Európai Uniós szerv fedezett fel, hanem a belga titkosszolgálat és a belga ügyészség, amit sokat elmond, hogy milyen hatékonysággal működnek az uniós szervek. A brüsszeli intézmények tehát nem jeleskednek a korrupció feltárásában. Pedig a belga rendőrség komoly bizonyítékokat, eurómilliókkal teli bőröndöket talált a képviselőknél. A hatóságok még Panamában is nyomoztak Eva Kaili és társai pénzügyeivel kapcsolatban. Eva Kailiról azóta kiderült, hogy az EP alelnökeként nem vetette meg a luxus nyaralásokat, és drága ingatlanokkal is rendelkezett. Ráadásul bejárta a sajtot, hogy letartóztatása után a Haren luxus börtön női részlegén kellett eltöltenie az időt, ahol hűtővel ellátott saját szoba, könyvtár és pihenő részleg is szolgálta a kényelmét. Az aranyélethez szokott szocialista alelnök azonban úgy tűnik, még így is elégedetlen volt az ellátásával. Az olasz Corriere della Serrának adott nagy interjújában nemrég arra panaszkodott, hogy nagyon zavarta, hogy szobájában mindig égett a villany, hideg volt és kamerák is megfigyelték. Közérzetén nyilván sokat javított, hogy áprilisban hazatérhetett a börtönből. Ráadásul pár hete azt is bejelentette, hogy visszatérne képviselői munkájához az Európai Parlamentbe. De nem ez az utolsó felháborító részlet az ügyben. Egy korrupcióval megvádolt másik képviselőt, a belga Marc Tarabellát szintén áprilisban engedték ki a börtönből. Ezt követően Tarabella sajtótájékoztatón a könnyeivel küszködve jelentette be, hogy az eurómilliós korrupciós vádak ellenére ő bizony visszatérne, és az évi 80 millió forintos fizetéséért kitölteni maradék idejét az Európai Parlamentben. De mielőtt mi is elmorzsolnánk egy könycseppet a korrupciós ügybe keveredő EP képviselők nehéz sorsa miatt, jegyezzük meg, hogy a baloldali Marc Tarabella azóta tényleg visszatért az Európai Parlamentbe. Múlt heti plenáris ülésen már ott ült a teremben Marc Tarabella, belga európai parlamenti képviselő. Előzetes letartóztatásban töltött hónapokat, és nyomkövetővel a lábán megjelent, és a
legutóbb éppen Magyarország ellen szavazott, és Magyarországot egy korrupció témában kioktató szöveget támogatott. De mi szólhat amellett, hogy egy eurómilliós összegű kenőpénzzel lebukott politikus egyáltalán beléphessen az EP-be? Well, she's still an MEP, so I see no reason for banning her from the European Parliament. Don't forget the presumption of innocence. That's a basic principle in law. Bon, alors je sais bien qu'existe en droit, je suis moi-même magistrat, qu'existe en droit la présomption d'innocence. Donc tant que ces personnes ne sont pas jugées, elles sont présumées innocentes. Très bien. Mais enfin quand même, je veux dire, quand il y a un certain nombre de données matérielles, par exemple lors des perquisitions, on a trouvé des sommes d'argent considérables chez ces personnes, chez ces députés. Ils ont été emprisonnés, relâchés sous contrôle judiciaire. And now, seeing him voting in the chamber, sit in the chamber and expressing his vote against Hungarian government, it's on the intellectual point of view, it's not a positive aspect. Úgy tűnik, hogy ha baloldali képviselők ügyeiről van szó, egyes brüsszeli politikusok bizony megengedőbbek, és a bíróságra mutogatnak. A botrányban azonban fény derült olyan brüsszeli székhelyű NGO-kra is, amelyeket kétes ügyek intézésére használtak. Ráadásul német sajtóértesülések szerint az Európai Bizottságtól eurómilliókat fizettek ki ezeknek a gyanús civil szervezeteknek. A képviselőket most megkérdeztem arról is, hogy a botrány kirobbanása óta vajon tette valamit a parlament, hogy az ilyen civil szervezetek befolyása csökkenjen? No, NGOs and think tanks have a massive influence on decision making in Europe, and it's a real problem. Ez nagyon nagy probléma, és a befolyásuk nem csökkent a botrány kirobbanása óta sem. Tehát a Soros hálózat beépült az Európai Parlamentbe, számos olyan képviselő van itt, akik Soros szervezetektől jöttek, onnan jönnek, korábban ott dolgoztak, abból a világból érkeztek, és most képviselőként ugyanezt az érdekkört erősítik, az ő érdekeiket irányítik meg. Soros no solo es un enemigo de la nación húngara, Soros es un enemigo de todas las naciones europeas. Se ha intentado subvertir el orden constitucional en España apoyando al separatismo en Cataluña. Nem csak Magyarországon szúr szemet George és Alex Soros politikai tevékenysége. Egybehangzó vélemény volt a megkérdezett képviselők között abban, hogy az EP baloldali többsége láthatóan nem szakadt meg, hogy saját korrupciós ügyeit kivizsgálja és megtegye a szükséges lépéseket. Vagyis továbbra is fennáll a veszélye, hogy idegen gazdasági vagy politikai érdekkörök adják-veszik maguk között az európai baloldal képviselőket. Ami egyedül nekünk, európai embereknek nem jó. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy a botrány kirobbanásakor még a dollár médiában is hiába cikkeztek arról, hogy beleremeghet az Európai Parlament a vesztegetési botrányba. Helyette viszont valami egészen más történik a parlament falai között. Megszavazta az Európai Parlament a Magyarországról szóló jogállamisági jelentést. Harmadik napja vizsgálódik Magyarországon az Európai Parlament ellenőrző bizottsága. Nagy többséggel szavazta meg az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amely szerint Magyarország nem alkalmas az unió Soros elnökségére. Saját sötét ügyeinek kivizsgálása helyett az EP képviselői rendszerint inkább hazánkon köszörülik a nyelvüket. Mi több, az Európai Parlament balliberális szárnyának hangadója, a hazánkat számtalan alkalommal bíráló Guy Verhofstadt nemrég a nyilvánosságban is kijelentette, hogy itt az ideje megszabadulni az olyan jobboldali politikusoktól, mint Orbán Viktor vagy épp Donald Trump. És akkor arról most ne is beszéljünk, hogy miért kell eltűrnie bármelyik európai választónak, hogy az EP-ben egy képviselő arról beszéljen, hogy hazája törvényesen megválasztott kormányát erővel elmozdítsa. De mégis miért támadja az EP baloldali többsége Magyarországot? Komolyan megakadályozhatják, hogy hazánk betöltse az unió Soros elnökségét? I think it is one of the most stupid ideas I heard in this chamber in the last years. I think it doesn't make sense. There are rules, there are treaties, and everyone is expected to follow it. Az Európai Parlamentnek ebben nem osztottak lapot, nincs jogköre ahhoz, hogy az Európai Uniós elnökségről döntsön. Az egy tanácsi döntés, tagállamok hozták, és előre megvan egy több évre szóló menetrend, hogy fél évenként milyen ország következik, vagyis nem tudják formálisan megakadályozni. It is an idea without any sense, without any legal basis. De ha az EP-nek tényleg nincs erre joga, akkor miért csinálja? Ha évekre visszamenőleg megnézzük, az Európai Parlament három területen is komoly hadjáratot indított a magyar kormány ellen. A legfrissebb frontvonal az orosz-ukrán háború és a fegyverküldés helyzete. Sending heaven weaponry is a difficult decision, but we've got to do so. We send weapons, now finally also
tanks. My group welcomes with gratitude and relief the decision of member states and the US to provide tanks to Ukraine. Nem akarják elfogadni, hogy nekünk egy békepárti álláspontunk van, és békét akarunk, és ilyen eszközökkel akarnak ránk nyomást gyakorolni. A brüsszeli hadjárat második frontja a magyar gyermekvédelmi törvény. Por eso, la nueva ley en Hungría debe de ser derogada, por atentar contra los derechos humanos y por ser una indecencia y una vergüenza. Ez a törvény szégyenletes. The Hungarian bill is a shame. If the law is not revoked, bring Hungary to court, repeal its voting rights and stop EU funds ending up in his pockets. This parliament is doing everything in its power to make this happen. A magyar álláspont ezzel szemben itt is egyértelmű. Az anya nő, az apa férfi, a gyerekeinket pedig hagyják békén. Ha ebben a vitában Magyarország alul marad, akkor akár a nem változtató beavatkozások népszerűsítését is engedélyezhetik az óvodákban és iskolákban. Harmadik front pedig a migráció és a kötelező betelepítési kvóta. De várjunk csak, nem azt mondják a hazai baloldalon, hogy nincs egy betelepítési kvóta. Nincs. És nem is lesz semmifajta kötelező kvóta. A jövőben nem lesz már kötelező kvóta. A valóság természetesen ennek szöges ellentéte. Az Európai Parlament azt szeretné, ha migrációs vészhelyzet esetén kötelező kvótarendszer alapján osztanák el az embereket az uniós tagállamok között. Ami a leginkább hihetetlen ebben az ügyben, hogy a hazai baloldal éveken át minden fronton lelkesen tagadta, majd a kellő pillanatban megszavazta a kötelező brüsszeli betelepítési kvótát. Tökéletesen tudta Újhely István, tökéletesen tudta Niedermüller Péter, Molnár Csaba, Dobrev Klára, Donát Anna, Cseh Katalin, Gyöngyösi Márton. Pontosan tudták, mert itt az Európai Parlament brüsszeli és strasbourgi épületének a folyosóin folytatják a munkájukat, pontosan ismerték azokat a tényeket, amelyek azt mutatták, hogy nem került rá a napirendről az az eredeti szándék, hogy a nyugat-európai országok teljesen elhibázott az illegális migránsokat beengedő politikájai miatt Nyugat-Európában kialakult nagy bajt úgy akarják megoldani, hogy kötelező betelepítési kvótát fogadnak el. Pedig a bevándorlás kockázataival kapcsolatban a baloldali képviselőknek elég lett volna megkérdezniük saját kollégáikat. I had the opportunity to visit the prison of my country some weeks ago. 80% of people jailed are from another country, from Northern Africa, from other European countries. Not only cultural problems, we're also facing security problems. We had it last week with the attack of children in a park, we had it in the Bataclan theater, we had it in the Brussels airport. Ez a három téma áll tehát az EP Magyarország ellen indított hadjárata mögött. És ezt az egészet az EP egyik német képviselője, a hazánkat folyamatosan bíráló Daniel Freund egyértelművé tette. Ha hazánk továbbra is ragaszkodik a migrációs, genderellenes és háborúellenes álláspontjához, akadályozni fogják a nekünk jogosan járó uniós pénzeket. Én egy nagy politikai perpatvart látok, és valahogy mindig akkor hangosabb az Európai Parlament és a magyar ellenesség, ami már egy állandó ismérve a testületnek, akkor erősödik fel, amikor úgy látják, hogy baj van, azaz az Európai Bizottság és Magyarország megállapodik bizonyos témákban, és hát, ha mégis jön az Európai Uniós forrás Magyarországra. Folyamatos nyomásgyakorlás, az uniós pénzek visszatartása és politikai zsarolás. Így akar az Európai Parlament kormányváltást elérni Magyarországon. Ha ugyanis baloldali kormánya lesz egyszer Magyarországnak, akkor... Hát éppen egy háborúban állunk azzal az országgal. Szerencsére nem állunk háborúban senkivel. Hát én azt gondolom, hogy de. Magyarország igenis nem csak, hogy képes befogadni messziről jött embereket, de jól is jár. Magyarországon beengedni a transznemű embereket az óvodákba, iskolákba, a szexuális felvilágosító órákat tartani? Én beengednék ilyen embereket, persze. A tét tehát nagy. Vagy kitartunk az igazunk mellett, vagy behódolunk és elengedjük saját meggyőződésünket a brüsszeli bürokratákkal szemben. Yes, they tried to punish Hungary one year before the election. They want to show that they're against Prime Minister Viktor Orbán. Így ugye nyilvánvalóan nem lehet egy közös Európát létrehozni. Ez megöli a bizalmat a tagállamok között, vagy akár a különböző országok képviselői között. Por lo tanto, cualquier ataque a Hungría es un ataque a los patriotas europeos, en este caso pues a los españoles, pero también a los del resto de naciones. If we combine right-wing and conservative groups, we get stronger, we are stronger, and we will try to change this.
And of course, it's politics, it's a battle. We have to fight. Az Európai Parlament Magyarországgal szemben tehát előítéletes és gyorsan ítélkezik. Saját korrupt politikusaival és a brüsszeli lobby szervezetek ezreivel ugyanakkor megengedő. De mégis mit tehetünk mi ez ellen? 2024-ben európai parlamenti választásokat tartanak az egész Unióban. Legkorábban akkor mondhatnak véleményt az európai választók a brüsszeli politikusok ügyéről. Ideje, hogy lecsapoljuk a mocsarat itt Brüsszelben. Tanulságos volt a Strasbourgi utunk. Megdöbbentő volt látni, ahogyan megmutatkozott a baloldal által dominált EP kettős mércéje. A lebukott képviselők visszatérnek az Európai Parlamentbe, az NGO-k és lobbisták pedig zavartalanul folytatják ott, ahol abba hagyták. Az EP balliberális többsége pedig nagyrészt csak hárít, hárít és hárít. Az én célom viszont továbbra is az, hogy ebben az ügyben minden információt megosszak veletek, hogy a korrupt brüsszeli politikusok valódi arcát mindannyian megismerjük. Ezért, ha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel és tarts velünk itt a Patriótán. Hamarosan újra találkozunk.